Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. A Közéleti Kávéház Nagyvázsony népszerű rendezvénye. Ezúttal a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából Borvendég Zsuzsanna író, történész és Mező Gábor újságíró voltak Fábri Szabolcs polgármester vendégei, akik a Vörös Polipról, azaz egy 6 részes dokumentumfilm sorozatról tartottak előadást. Mutatjuk összefoglalónkat. Én külföldre költözöm Józsikába. Tököm tele van ezzel az országban. Megsértődtél? Hát tudod, azért van egy határ. Én rengeteget üriztem ezért az országban. A bárnél, én mindannyian. És most megyünk a levesbe, vagy mi? Ezeknek kapitalizmus kéne, de megkapják. Úgyis visszasülnek ezek lényeket. A Reményi Antal rendezvényház közéleti kávéházzá alakult ezen az estén. A programsorozat ötlete 2012-ben indult, s azóta sok-sok érdekes témával találkozhatott a közönség, nagyszerű előadók látogattak el Nagyvázsonyba. Böjte Csabától, Magdi Emőkén át helyi gyökerekkel, vagy helyi illetőségű személyek, plébános például, aki most Keszthelyen plébános, de nagyvázsonyi születésű. Nem tudok így témát mondani, vagy témákat úgy sorolni, hogy most milyen témákban vannak megtartva a programok, mert most ez például a kommunizmus mártírjainak emléknapjához kötődik, február 25-én van ugye ennek az emléknapja. Valamikor adventhez kötődik, valamikor a helyi közélethez, a helyi közösség életéhez kötődik, valamikor olyan vendégünk van, aki innen származik, de valamilyen szempontból komoly életutat járt be, vagy mondjuk elment egy kaminóra, és ezt meséli el. Tehát én azt gondolom, hogy azok a meghívottak, vendégeink, akik fontos és érdekes, vagy valamilyen szempontból aktuális időszerű gondolatokat tudnak elmondani. Egy alkalom arra, hogy hétköznap esténként leüljünk, beszélgessünk, és közösen elgondolkozzunk azokról a kérdésekről, amik foglalkoztatnak bennünket, vagy azokról a hétköznapi közéleti eseményekről, amelyeket fontosnak ítélünk. A gyülekező közönség körében találkoztunk egy Veszprémből érkezett érdeklődővel is, akit vonzanak a mai előadás témái. Hát hiszem, hogy ez a téma, ez talán még most aktuálisabb, mint korábban. Úgyhogy nem árt tudni a múltunkat, és nem árt tudni azt, hogy kikkel állunk szembe jelenleg is, akik a múltba gyökereznek, és itt kotorásznak nálunk a zsebünkbe. Akkor mondhatjuk, hogy a politika iránt érdeklődik ön? Is. Politika iránt is, meg a történelem is, meg a történetünk, a magyarság, és ez így összességében. A polgármester köszöntőjét követően az előadók vették át a főszerepet. Borvendég Zsuzsanna és Mező Gábor együtt készítettek egy dokumentumfilm sorozatot az elmúlt évben, mely a Vörös Polip címet viseli. Ez a Vörös Polip című sorozat, ez részben a kommunista maffia országrablásáról szólt, és kifuttattuk tulajdonképpen a rendszerváltásig, hogy miért volt manipulatív a rendszerváltás, miért nem úgy történtek a dolgok, ahogy elvárható lett volna, és hogy mindenki reménykedett benne, hogy történni fog. Tehát ez a fő tematikája a filmnek is, és ennek az előadásnak is. Borvendég Zsuzsanna számos könyvet írt ebben a témában. Ezek szolgálták a filmsorozat forgatókönyvének alapjait, így a filmek tematikája követi a kötetekben leírt történéseket. Hát nagyon izgalmas volt ez a munka, ugye az egész Vörös Polip az a Zsuzsának a könyvei alapján íródott, vagyis írtuk, Zsuzsa írta meg, és én és Bán János dolgoztunk még rajta. Ugye Bán János, aki Bán Mór néven a Hunyadi regényeket írja, ezt talán Zsuzsa is említette már. Neki köszönhetőek leginkább azok a játékfilmes jelenetek, amikkel próbáltuk a szélesebb közösségnek is ugye úgymond eladni ezeket a történeteket, amelyek kétségtelenül amúgy nehezebben lennének megértetőek, de mi próbáltuk úgy olyan formába kidolgozni, hogy,
hogy akár egy érdeklődő is megértse mindenféle háttértudás nélkül is. Inkább az volt az érdekes, hogy hogyan áll össze igazából, hogy milyen nehéz is felépíteni egy ilyen történetet úgy átadni, hogy a végén tényleg minden egyes mozaik darab a helyére kerüljön, és a néző reményeink szerint úgy állhasson föl, hogy megértett, hogy mi történt itt 45 és 90 között. Ami nekem is számomra is a legnagyobb kihívás volt, és szerintem mondhatom Zsuzsát is, hogy én sem voltam, tehát én sem vagyok egy profi média szereplő, tehát az, hogy egy műsort így vezessünk egyszerre úgy, hogy belépjünk a játékfilmes jelenetekbe, ez mindenképpen egy új dolog volt, egy nagyon izgalmas dolog volt, ebben mi is úgy érzem, hogy eléggé beletanultunk a végére. Az igazán izgalmas meg még az volt, amikor megírtunk egy játékfilmes jelenetet, és láttuk, hogy az hogyan jelenik meg a tévében, és látni azt, hogy remek színészek eljátszák azokat a dialógusokat, amiket megírtuk, a remek díszleteknek köszönhetően az egész átélhetővé válik, szerintem ez volt a legjobb az egészben. Borvendég Zsuzsanna úgy fogalmazott, a véletlennek köszönhető, hogy egészen elmélyült egy témának a feldolgozásában. 2014-ben született meg az első olyan tudományos tanulmányom, amely tulajdonképpen ennek a tematikának a nyitánya volt, bár akkor én ezt még nem tudtam, csak föltártam egy érdekes visszásságot a rendszerváltás időszakából, ami akkor én azt gondoltam, hogy egy elszigetelt eset, egyfajta érdekesség. És akkor innen indult, hogy elkezdtem tovább menni, megnézni, hogy ezek az a szereplők, ezek miért kerültek oda, kik voltak ezek, hogy kerülhettek ilyen pozícióba és ilyen lehetőségek birtokába a rendszerváltás környékén, és akkor sorra estek ki a hullák a szekrény, tehát kiderült, hogy mindegyikük kivétel nélkül nem egyszerűen csak a pártállam kiválasztottjai közé tartoztak, de mindegyiknek volt valamiféle titkos szolgálati háttere, akár a magyar állambiztonság, akár a KGB oldaláról. Tehát rendkívül érdekes, egy kém történetbe csöppentem, és nagyon érdekes volt, hogy amikor az Impexek kora című könyvemet, ami tulajdonképpen a nagy áttörés volt ebben, írtam, már a felénél tartottam a könyvnek, amikor igazából nekem is leesett, hogy miről írok, hogy ez valóban egy rendszer szintű történet. Ezek nem elszigetelt anomáliái a szocialista gazdaságpolitikának, hanem ez egy rendszer szintű történet, amelyben nagyon tudatosan, bizonyos kapcsolatrendszereket kihasználva egyfajta gazdasági hálózatépítés kezdődött meg már a 60-as évektől, és a 80-as évekre ez olyan szinten átvette az irányítást az országban, hogy mire eljutunk oda, hogy rendszerváltás, addigra hiába bontja le a rendszerváltó értelmiség a pártállami hierarchiát, már igazából a dominánsok, ezek a gazdasági hálózatok, amelyek a nyugati nagy multinacionális cégek felé vannak elköteleződve, tehát úgy élik túl a rendszerváltást, hogy hozzájuk nem nyúlunk, innentől kezdve reménytelen egyfajta megtisztulást véghez vinni. Nagyon sok tudás, nagyon sok tapasztalás, kutatás van az ön birtokában. Mindennek fényében hogyan látja ezt az időszakot? Hogyan lehet összefoglalni? Milyen volt ez gazdasági, politikai szempontból? A kommunizmus időszaka? Hát ugye egy teljesen kiszolgáltatott ország, amely meg elvették tőlünk tulajdonképpen nem csak a szabadságot és az önrendelkezés jogát, hanem elvették tőlünk azt a fajta szabad gondolatot és önértékelést, ami az embernek büszkeséget és gerincet ad. Elvették tőlünk a nemzettudatot, a nemzeti összetartozás érzését, és hát ki kell, hogy mondjam nyíltan, hogy a Kádár rendszer felpuhította a gerinceket. Tehát, és nem azért, mert a magyar nemzet olyan könnyen megvásárolható, lekenyerezhető, megtörhető, hanem egész egyszerűen azért, mert egy olyan 20. század volt a magyar nemzet történetében, kezdve az első világháború, Trianon, ugye a náci megszállás, orosz, a szovjet megszállás, a kommunizmus, az 50-es évek terrorja, tehát a magyar ember 56 felszabadultsága után a borzalmas csalódás, tehát a magyar ember nyugalomra vágyott, élni akart.
és ezért az élni csak kell attitűdért, ezért a meggondolásért tulajdonképpen a Kádár és a Pribékjei Acél Fekete és a többi prominens ember gyakorlatilag elvették a magyarok lelkét, és megtörték a gerincét, és ez az, amit nagyon nehéz visszaépíteni. Szerintem rendkívül erős nemzet vagyunk, és túléltünk eddig mindent, ezt is túl fogjuk élni, de az a helyzet, hogy az a fajta nemzeti önértékelés és önbecsülés, amire szüksége van minden egyes nemzetnek, a legalapvetőbb feltétel, hogy büszkék legyünk arra, akik vagyunk, na ennek a megerősítés és visszaépítése, ez még folyamatban van. És ezek az ügyek, az ön aktái, a gondolatai, ezek is folyamatban vannak, vagy ezt le lehet zárni, lezárta-e? Nem, ezt nem lehet lezárni, vagy legalábbis nem látom a végét, tehát nyilván itt nagyon sok feltáratlan akta van, dosszié, ami hozzáférhető és kutatható, és szeretném is folytatni, de ami az igazán nagy izgalmat, azok az anyagok jelentik, amik ma még nem kutathatóak. Teszem azt, a KGB levéltár, ha egyszer hozzáférhető lenne, és onnan, ha csak a ránk vonatkozó információkat valahogy megkaphatnánk, az hihetetlenül sokat adna hozzá, hogy megértsük, hogy mi történt itt az elmúlt fél évszázadban. Meglátjuk, nem hiszem, hogy az én életemben ez meg fog történni, de előbb-utóbb biztos.